A basa sólyma. Nem is volt egészen bolondság, amit a fejedelem álmodott. Olyan világ járt akkor szép Erdélyországban, hogy amikor este lefeküdt a fejedelem, soha nem tudhatta bizonyosan, hogy fejedelem lesz-e még reggel is, amikor felébredt. A német volt annak a megmondhatója, meg a török. Hol az egyik, hol a másik ültetett gazdát az erdélyi fejedelmi székbe, s akit az egyik beleültetett, azt a másik letaszította. Apafi Mihály uram a török árnyékába nyugodott, de bizony gonosz nyugodalom volt az is. Mint amikor valami szegény kis kóbor megbújik a terebély fatözében, aki nem ereszti ugyan hozzá a szelet, de elfogja előle a napot is. A híre szaladt, hogy gyülekeznek a német hadak az ország szélén, hol az egyik, hol a másik török basa sietett fölbátorítani apafit. Sose félj, jámbor fejedelem, majd mi ellátjuk a németeknek a baját. Te csak oltogass szép barátságosan a rózsafáidat, a görbe kertészbicskáddal, a kardforgatást az bíz csak ránk. Mikor aztán a németnek a hátát végigcirogatták a karddal, a basa urak, akkor az apafi orra alatt hadonáztak vele utána. No, most már tedd le azt a kertészbicskát, jámbor fejedelem, s vedd elő az ország pénzes ládájának a kulcsát, mert az csak nem kívánhatod, hogy ingyen hajkurásztuk a németet ebbe a nagy melegbe. Az ország ládájának meg olyan rossz természete volt, hogy fenékig is kotorázhatott benne az ember, mégis üresen húzta ki a kezét. Olyankor aztán azt mondja a török, se baj, fejedelem, majd találunk még magunknak valót ebben a szép országban. Aztán rég rabolta a török az országot, szép barátságosan, Brassótól Kolozsvárig. Nem volt válogatós, ha pénzt nem talált, elhajtotta a barmot, és hogy olyan is legyen, aki vigyázol rá, 10 000-ével vitte rabszolgának a székely meg a szászifjakat. És hogy ne sajnálja otthagyni üres, kifosztott hajlékát az Isten adta nép, fölgyújtották a falvakat, városokat egymás után, úgyhogy kormos lett bele az ég egész Erdély fölött. Hát ilyen gonosz mulatság volt az a török barátság háborús időkben. De nem voltám különbe a békességes időse, mert volt esze a töröknek, hogy az ilyen nagy garázdálkodások után csendeségben maradjon egy kicsit, igen? Addig, míg összeszedi magát a nyomorult ország, míg fölépítik a leégett városokat, míg a kövér gulya nevelkedik a letipott legelőkön, míg betakarítják az új gabonát. Így békesség idején megint más mulatságot eszeltek ki maguknak a basa urak. Szépen tiszteltetem a fejedelmet, holtig való jó barátjává tenne, ha kisegítenek is apró pénzzel, üzente a temesvári basa. A jennői basának meg az volt a panasza, hogy az ő környékükön nem tudnak takaró csizmát szabni a vargák a török katonáknak. Nagyon örülne tehát, ha a fejedelem küldene neki vagy 100 vargát, de mindjárt vigyék magukkal a csizmának való bőrt is. Legalkalmasabb lészen pedig az a borjú, igen, az a borjú bőr, tehát borjú képébe hajtsák el. A lippai basa már sokkal emberségesebb férfi volt, az a világért se fosztotta volna ki ilyen nyilvánosan a fejedelmet, hanem küldött neki egy rozsdás gírbe-gurba kardot, és mellé az ilyen üzenetet. A kegyelmes basa tudja, hogy a nagyságos fejedelem mennyire él hal a régiségekért. Azért küldi neki szíves barátsággal ezt az öreg kardot, amivel Attila hadakozott valamikor. Testvérek között is megérne 1000 aranyat, de a fejedelemtől nem kér érte a basa többet, csak 500-at, meg egy hátasovat. A fejedelem pedig noha tudván tudta, hogy ez az ócskavas, vadonatúj korába se ért 5 garast, sietett elküldeni az árát a kegyelmes basának. És meg is köszönte a nagy jó akaratát, ámbátor üzente a követektől, egész padrásra való Attila kardot vétettek már meg vele a basa urak. De történt ennél még cifrább dolog is, éppen aznap pedig, amikor olyan rosszat álmodott a fejedelem, még föl se kelt az asztal mellől, amikor nagy ilyetten esik be az ajtón Buzárd Gáspár, a sárvári kapitány. Nagyságos uram, követ érkezett a váradi basától. A váradi basától érkezett követ, nagyságos uram! Az a szép szokása volt a jó Buzárd Gáspárnak, hogy minden mondatát megkettőztette, mintha nagy öröme lett volna a maga hangjába, pedig a fejedelem első hallása is kiérezte a hírből a beszedelmet.
Útán már megint elveszejtette Attila a kardját? Vezettesse kegyelmet a követelő tanásterembe, magam is mindjárt ott leszek. Ment is a fejedelem, csak éppen a kardját kötötte fel, de nem az Attila félét, hanem fényes, dömöcki acélpengét, amivel rá lehetne ijeszteni a pogányra, ha úgy kívánna a szükség. Mert nagy elbizakodottságában néha olyan arcátlanul feleseltem egyik-másik törökkövet Erdély fejedelmével, hogy ki kívánkozott a kardja hüvelyéből. No, a Váradi basa követe nagyon emberségtudó szerzet volt. Ahogy apafi belépett a tanásterembe, a követ mindjárt hasra vágta magát, úgy csúszott a fejedelem elé, mint valami nagy teknős béka. Mikor odaért, nagy fekete kezével elkezdett a fejedelem lába után kapkodni. Mit akarsz, atyám fia, hületezett apafi, csak nem akarsz a lábamba harapni? Esze ágába se volt az a jámbornak, csak azon mesterkedett, hogyan dughatná turbános fejét a fejedelem talpa alá. Mikor azt elért célját, akkor megszólalt nagy alázatosan. Tündöklő ábrázatú fejedelem, hatalmas császárom szemefénye, haragos tekintetű oroszlán, engedd meg, hogy a te alázatos szolgád, cselebi bék, talpad alatt nyugtathassa hitvány fejét. A tündöklő ábrázatú fejedelem majd sóbálványá változott szegény. Sose látott ő még ilyen alázatos török követet. Aztán, hogy ő haragos tekintetű oroszlán volna, örvendezve emelte föl a törököt a földről. Miben lehetünk segítségedre, emberséges cselebi bég? Ó, kegyelmes uram, világnak ékessége, jajgatott a török. Kimondhatatlan kár érte az én uram a parancsolómat, a páratlan vitésségű hajdár basát. Tegnap előtt elszökött a sólyom madara, akivel vadászni szokott a sólyom madara. Rezzent össze a fejedelem. Eszébe jutott az álmarról, a másik sólyomról, amelyik a fejedelmi süveget elrabolta. A legkedvesebb sólyma, igen, s a bölcs Mustafa Váradi basa udvari tudósa azt olvasta ki, hogy... Hát, az bizony megtörténhetett, hagyta rá a papit. Jól mondott, kimondhatatlan bölcsességű fejedelem, éppen ezért arra kéred hajdárbasa, kerestesd meg az ő kedves sólyom madarát, és ne terheltessél neki visszaküldeni. Hogyne? Készségeskedett a fejedelem. Mindjárt szétszalajtom a sólyom után az udvari vadászokat. Nyugtasd meg a basát, jó ember, holnap ilyenkorra otthon lesz a sólyma. Egyik sólyom olyan, mint a másik. Gondolta magába a papi, és ha egyéb kívánsága nincs a Váradi basának, kaphat sólymot, egész erdőre valót. És ez a gondolat olyan jó kedve derítette, hogy egészen az ajtóig kísérte a hajlongó követet, és már azon gondolkodott, hogy talán valamivel meg is kellene ajándékozni a nagy tisztesség tudásáért, amikor a követ egyszerre elvigyorogta magát. Azám, majd el is felejtettem mondani, hogy a basa sólymának aranyos szárnya volt. Ezt jól eszedbe vedd, uram. Azzal kitotyogott az ajtón, a fejedelem pedig haragosan csengette be főtanácsosát, Tereki Mihály uramat. Nézze már, kegyelmed, micsoda gonosz tréfát üz velünk megint ez a tarkahitű hajdár basa. Olyan sólymot keresztett rajtam, aminek aranyos a szárnya. Mit gondol, kegyelmed? Kutyaj a láda, fiam. Benne van az a vadonatúj veretű 200 arany, amit tegnap szállítottak be mutatóba az alatnáról. Elég lesz az éjét elvenni annak a tehetetlen pogánynak. Hát elégnek elég lesz, szóltotta a fejedelem, de nagyon sajnálom azokat a szép új aranyokat. Sose sajnálja, nagyságos uram, vigasztalta Tereki. Úgyis egy kis hiba esett azokon a pénzeken. Nagyságodnak a képe volna rájuk verve, de a pénzverő kifelejtette róla a bajuszt. Ezen aztán elmosődte magát a fejedelem is, és már egészen neki vidámodva kérdezte, aztán kitől küldenénk el azt az aranyszárnyú madarat? Szitári Kristóf uram lesz arra a legalkalmasabb ember. Ügyes is, hűséges is, háladatos is nagyságodhoz, amiért a két fiát idevette maga mellé. Nosza, szaladjon valaki Szitári Kristóf uramért a Csepelke utcába. Mire Szitári Kristófot előhívták, akkor már ott tollászkodott a fejedelem karján egy betanított vadász sólyom. Tereki uram meg a szárnya alatt motoszkált a madárnak. No, Szitári uram, látott-e már aranyos szárnyú sólymot? Kérdezte a fejedelem.
Mert kegyelmed már csak világlátott ember. Hát, olyat azért mégse láttam, nagyságos fejedelem. Na most lesz része benne, mondta Teleki, és elővett két kis sejemerszényt. Ebbe az erszénybe 100 arany van, emebben is annyi, ezeket ide kötöm a madárszárny alá. Hát ilyen az az arany szárnyú sólyom. Ezt elviszi kegyelmet Hajdár basának Nagyváradra ebbe a drótkalitkába. Mégpedig ma, uram teremtőm, de mindjárt, tette hozzá a fejedelem. Boldog vagyok, hogy nagysága szolgálatára állhatok, hajtotta meg magát Szitári. Csak arra kérnék engedelmet, hogy előbb búcsút versek a két fiamtól. Sose búcsúzkodjál, barátom, nyitotta kezét a fejedelem. Mert az is időbe kerül, s attól tartok, meggondolja magát a török, és sólyom helyett majd gólyát keres rajtunk. Annak pedig akkora szárnya van, hogy egy mázsa aranyjal se lehet kibérelni. Szitári Kristóf a kezébe vette a kalitkát, és szomorodott szívvel indult kifelé. Bántotta, hogy meg se ölelheti a két fiát. Pedig hiába az ajándék, aki a törökhöz viszi a fejét, sose tudhatja, hogy visszahozza-e. Valami ilyesfélét gondolhatott a fejedelem is, mert utána kiáltott Szitárinak. Tudod mit, Kristóf? Kísérjen el egy darabon a két fiad is. Reggel aztán hazalovagolhatnak.